Ez egy bevett szokásnál, hogy így gyakorolsz nyomást a 11-es lövőre, hogy vered a felső lécen? Hát igen, ugye ezt még a lengyelországi tornán kezdtem el, és hát sikerült megzavarni a támadókat, ezért úgy döntöttem, hogy ezt fogom használni, és hát sikerült, hál' Isten. Nem tudom, itt már mondta neked bárki is, hogy egy bizonyos kopasz világsztárhoz nagyon hasonló gólt szereztél itt a mérkőzésen. Igen, mondták. Hát végül is tudatos gól volt, szépen kaptam meg Zui Gébertől a labdát, betoltam a bal lábamra, és elcsavartam a hosszúval. Gólpassz, gól tiziből, akciógól, álmodozhattál volna ennél a szebb meccsről? Hát igen, szerettem volna még egy harmadikat is rugni, így lett volna elég szép álom, de így is elégedő saját magammal és a csapattal is, mert nagyon jól játszottunk. A románok ellen is, illetve a felkészülési meccsek után is elmondtad többször, hogy itt a helyzet kihasználással volt gond. Most ezzel nem volt gond, mi történt, mitől nyílt ki a gólcsap? Hát igyekeztem minden olyan játékost a pályára vinni, vagy a pályán tartani, akik tudnak gólt rúgni. Nyilván minőségileg a román csapat egy erősebb volt, mint a litván csapat, de és ő ellenük kevesebb lehetőségünk is volt. Ma ezen a mérkőzésen még mindig nem azt játszotta a csapat ki maximálisan, ami benne van, de ma már azért lényegesen többet mutattunk meg abból, ami jellemzi ezt a csapatot, és szerencsére az első fél időben már el tudtunk menni két góllal, ami egy kicsit megnyugtatta a csapatot, és innentől kezdve azért már egyszerűbb dolgunk volt. Szerintem az, hogy higgadtabbak voltunk az ellenfél kapuja előtt, nyugodtabban játszottunk, koncentráltunk sokkal jobban, és hát ezáltal jöttek is a gólok. Mi domináltunk végig szinte, nem volt sok helyzet a litván csapatnak, de úgy gondolom, amit kellett, azt megcsináltuk hátul, lehoztuk nullára, és behúztuk a győzelmet. Mennyire jellemző rád egyébként ez a gól? Hát végül is jellemző, mert jobb szélen játszok ballábasként a csapatomban is. Hál' Istennek végül is azt mondják, hogy jó lábam van, és meg tudom ezt csinálni, és be is fáradtam, és sikerült is, hál' Istennek. Ugye 5-5 cseréltünk a meccsen, ez minek szólt? Esetleg már próbáltál pihentetni, vagy próbálsz minél több fiatalnak játék lehetőséget adni? Elsősorban azt, hogy frissen tartsam a csapatot az utolsó mérkőzésre is. Amellett meg itt, aki a keretben van, mindenki megérdemli azt, hogy ha erre lehetőség van, akkor játszom. De nyilván ez már nem egy tömegsportrendezvény, tehát innentől kezdve csak az eredményesség számít, de mégis, hogyha elközben lehet, akkor szeretnék lehetőséget adni ezeknek a játékosoknak, mert rengeteget dolgoznak nap mint nap ezért. Mi történt a 11-esnél? Hát láttam még az előtti szituációnál, hogy nem valami biztos a 16-oson belül a 3 számú védő, és megpróbáltam megvárni, és hát meg is vártam, és hál' Istennek elkaszállt, és büntető lett belőle. Azt mikor döntötted el, hogy hova fogsz vetődni? Egyből, ami befújt a bíró, egyből első gondolat balra, és mentem balra, és hál' Isten kivédtem. Én azt gondolom, hogy a három csapat körülbelül egyforma játékerőt képvisel, a szerb, a román és a magyar, tehát ugyanúgy, ahogy a román mérkőzés, ez is egy nagyon kemény mérkőzés lesz. Tudjuk, hogy a szerbek miben jók. Nagyon fizikálisan, nagyon erős társaság, akarastos társaság, agresszívek. Tehát nekünk ebben mind fel kell venni a versenyt, és nyilván azon kívül majd az adódó lehetőségekből gólt vagy gólokat rúgni. Mindenképpen győzelemre készülünk, hát mire készülnénk, behúzzuk és akkor tovább jutunk. Ez a meccs is már a múlté, úgy, ahogy a románok is, csak a szerbek, és az a célunk egyértelműen, hogy megnyerjük azt a mérkőzést is, és első helyen tovább jutni a csoportból. És ha jól tudom, Németh Andris talán sérülés miatt lett lecserével, lehet-e tudni valamit az állapotáról? Nagy lábújjával történt valami, ez majd a röntgen után kiderül, hogy őt még lehet-e használni az utolsó mérkőzésre, vagy nem.